A Gólbányai völgy patakjának kristálytiszta vize. Hát gyönyörű. Tágul a víz Gólbánya felé. Jól látott rozgók. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Szerencsére itt már természetes minden. Itt már nincs emberi beavatkozás. Itt van egy házikó. Hát merem remélni, hogy a villanyvezeték csak eddig jött el, és tovább nem jön át végig a völgyön. Ilyen helyeken kell, hogy fölépjek. Nézzünk vissza egy kicsit. A patak hangjai. A patak mesél az Óbányai völgyben. Az egyik kedvenc helyem az országban. És mint mondottam, lényegében itt tanultam meg a túrázásnak a fortéjait. De első komolyabb túrám az ide vezetett Szászvárról, Óbányára. Itt az Óbányai völgyön keresztül. Valamikor a 80-as évek derekán, közepén. Szeretett nagybátyámmal, aki sajnos már nincs köztünk. Én mutatta meg nekem elsőként ezt a völgyet. Hát azóta is nagy nagy szerelmem ez a völgy. Hát elteszem a kamerát, mert olyan kapaszkodó jön, hogy nem akarom leejteni. És akkor lesz még itt forgatni való. Úgy látszik, hogy a ülővezeték nem ide a házikóig jött, hanem azt hiszem most már alig, hanem elmegy egész kis Újbányára. Én nem tudom, vagy én nem figyeltem az elmúlt években, vagy nem volt itt ez a villanyvezeték. De már eddig föl nem tűnt. Úgyhogy. És akkor itt van egy komolyabb zuhogó. Hát íme, nézzük meg. Gyönyörű. Fantasztikus. És ez még nem a Ferde vízesés. Nagyon-nagyon szép. Hát még hogy az ember ilyen durván beavatkozott ebbe a völgybe. Természetrendjében még így is, azt kell mondjam, lenyűgözően szép a völgy. De egy kicsit azért csalódás. Az emberi beavatkozás. Hát ebben meg lehet, hogy meggyönökölni egy napig is. Fantasztikus. De megyünk tovább. Jön még a sebegő szikla és a Ferde vízesés. Na hát egy jó hír. Csak idáig jött a villanyvezeték, eddig a kis turista házig. Vagy nem is tudom már miként funkcionál ez az épület. Lehet, hogy már valamilyen erdei iskola. De turistáz volt hajdanán, az biztos. És hát itt a zúgók végtelen sora. Az Óbányai völgyben. Továbbra is. Szenzációs. Hát fantasztikus. Közben van itt egy
emlékoszlop, dr. Pataki József emlékére. Ő volt az a híres romanyai orvos talán, nem is tudom. Alig, ha nem. Itt ez a turistáz, és valószínűleg vannak itt, mert kint vannak a pokrócok, mert a takarók ott száradnak. Hát valószínűleg akkor ez most is turistáz, mert a zúgok látványában pedig nem tudunk betelni. Fantasztikus. Megyünk tovább. Jóban jövő továbbra is. De most nem azt akarom megmutatni, hanem a hegy oldalt. Fantasztikus, ahogy beszélődik, átszörődik a fény az erdőn. Oda szép. Rengeteg. Az ubogó patak fölött. Közben haladnunk kell, mert utánunk jön egy, úgy látom, egy nyugdíjas csoport. Elég nagy hanggal vannak, hogy mondjak. Menjünk tovább az Óbányai völgy belsejébe. És hát itt kicsit már olyan a hangulat, mintha valami brazil esőerdőben lennénk. Szinte a levegő is olyan jó. Fantasztikus tényleg. Továbbra is kis zivogások sorra látható a patakon. És nem sokára majd jön a csepegő szikla és a ferdevízes és a völgy két legnagyobb látványossága. Továbbra is Óbányai völgy. Továbbra is zivogók sora. Az egyik legszebb, még nem a ferde. De úgy gondolom ezért is érdemes bekapcsolni a kamerát. Hát annak idején a haveraimmal ott szakítunk a felső sziklán. Ott. Végig. Fantasztikus erre. Hát nehéz betelni vele, mit nem mondja. Ha kell lennél szebb. És egy gyönyörű erdő. Fantasztikus hely. Hát aki még nem volt itt, az sürgősen keresse fel. Mondom, annak ellenére, hogy a völgy elején az ember beavatkozott a természetbe durván. A völgy további része továbbra is érintetlen szerencsére. És rendkívül láncsányos. Aki nem járt itt, az jön el. Lesz lenni. Menjünk befelé a keletmecsekbe, továbbra is. És akkor hamarosan elérjük a leghíresebb zuhogókat. És akkor a Jóbányai völgynek egy olyan része következik. A turistaút leérkezik a patakmederbe. Hát ismét egy fantasztikusan szép hely. Itt egy kicsit csöndesebb a patak. A zúgók ezt a részt elkerülik. De ettől függetlenül érdekes és szép. Így ott a turistajel, a kék. És akkor itt térünk le patakmederhez. Most látható hely oldalon ilyen fantasztikus. Körös körül. Mondtam, utánunk egy nyugdíjas csoport. Közelít utánunk, és hát helyenként elég nagy hanggal vannak. Még megérteném, ha valami fiatalabb társaság lenne, de nyugdíjasoktól. És akkor itt már beugroskodni kell mederben. És közben hallok hangokat szemből is. Hát mondjuk a mecsek talán leglátogatottabb völgye ez. De nem csak a völgye, hanem a leglátogatottabb helye is. Hát. Ennek az évi látogatottsága vetekszik a Ramszeka békéval. 60 ezeren nem is, de hát egy 30 ezeren biztosan jönnek ide évente. Hát akkor megyünk, és talán most már majd lassan jön a csepegőszikla meg a ferdevízesés. Bár ezt mondtam például ezelőtt is. De hát nem baj, sok csodát látunk. Na, hogy. És akkor elérjük végre a csepegősziklát. Hát nézzük meg. Nem akármilyen látvány. Fantasztikusan szép hely. Még balra az a csepegő sziklő.
fél. Látszik, hogy csepeg a víz. Hát valami hasonló a csurgó is majd a hidas övölgyön. A formáját tekintve teljesen más is. És át tudnék-e oda-bra úroskodni, azt nem tudom. Meg kell beleesek a patakba. Ilyen csak csúszolok. Sikerült közelebb jönni. Ott is ez zuhogó. Itt a csepegő sziklott közelebbről. Azt hiszem, hogy fantasztikus. És akkor a csepegő szikra fentről. Éve. Kis zúgóval. És egy gyönyörű völgy. Következik a feldebízesés. Akkor a kis hidaska, ami a csepegő szikla és a feldevízesés között van, nagyjából félúton. Hát ez sem volt mindig jó állapotban, és most a legjobb állapotban van már, pedig egyikében felújították ezt is. Tehát ott van a... Most már innen nem látszik a csepegő szikla, és majd ezen az oldalon pedig lesz a feldevízesés mindjárt. Addig elteszem a kamerát, mert most rengeteg az ember. És akkor kedves nézőink, kapcsolják be biztonsági öveiket. Következik a ferdevízesés. Íme. A mesek leghíresebb vízesése. Tündér lépcsőnek is nevezik. De maradjunk a ferdevízesésnél. Hát, lenyűgöző, azt kell, hogy mondjam ez is. Hát itt is körülbelül vagy 16-jára vagyok, de mindig elcsodálkozom a szépségén. Gyönyörű. Gyönyörű szép. Több vízesés is van a mesekben. Ugye elég, ha csak a melegmányi völgy, és pontosabban a Petnyák völgyi ágnes vízesésre gondolunk, vagy a melegmányi mészszúva vízesésre, ami nagyon hasonlít a Szalőke völgyi pátyol vízeséshez. De ez a mesek legkíresebb vízesése, a Felde vízesés. Rengeteg a turista, mert jobbról-balról is jönnek. Úgyhogy hát nem próbálunk oda lemenni majd. Kicsit megvárom, még elosztik az embertemet. És itt vagyok a ferdevízesésnél, lejöttem. Kicsit gyönyörködjünk. Azt hiszem, most nem az én hangom, mert akarjátok hallani. Az egyik kedvenc helyem. És akkor fentől is vessünk egy pillantást a feldevízesésre.
Csodálatosan szép. Hát akkor gyerünk tovább, most már akkor Kisúbánya a következő állomáson. És akkor itt vagyunk azon a ponton, ahol véget ér az Óbányai völgy, és megérkeztünk Kisúbányára. Ami nem kevésbé szép, mint Óbánya, vagy talán még szebb. Hát a Kisúbánya az egy üdülő falu. Állandó lakosra nincs. Főleg német és holland családok vettek itt nyaralókat, és hát ennek megfelelő stílusú házak is vannak itt. De minden esetre a falu az csodálatos, és hát maga a nyugalom szigete. Itt nagyon nincsen motorzaj, meg autózaj, persze nem mondom, hogy nem fordul elő, de a béka, amit érezhető, az csodálatos. Hát akkor bejönjük a központba. Megnézzük a Szent Márton templomot, mert a falu központjában van. És ha minden igaz és sikerül, akkor itt van a Pumpás Tanya nevezetű hely, ahol megebédelünk, mert lassan délre jár az idő majd. És aztán folytatjuk utakon a Cigányhegy és a Hidasi völgy felé. És ha belefér az időnkbe, akkor még Pusztabányára kitérünk. Gyerünk!